üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok, beszélgessünk még többet a Call of Duty Modern Warfare 2019-ről, és igen, jól látjátok a címet, hamarosan rátérünk a témára, de előtte szeretném egy kicsit korrigálni az egyik videómat, ugye, amiben arról beszéltem, hogy miért, 10 percig miért rossz az új Modern Warfare, és úgy érzem, hogy... hogy egy hibát követtem el abból, hogy nem egészen teljesen fejeztem ki jól magam, gondolván arra, hogy többetek a szavaim mögé tudtok látni, és hogy miért készül ez a videó. Na most ez sokaknak sikerült, viszont azoknak, akik nem sikerült, és több mint valószínűleg nem is nézték végig a videót, azok minduntalan ugyanazt a kommentet írták le, és, és ahogy ez szokott lenni Magyarországon, illetve általánosan el lehet mondani a világon mindenhol, hogy a rossz hír az kétszer olyan gyorsan terjed, mint a jó hír. Ez meg is látszik a videókon, ahol pozitívan beszélek a Call of Duty-ról, az nem, mert azt nem nézték meg annyian. Ahol kiraktam egy olyat, hogy 10 perc rossz, azt dupla nézték meg, mint bármelyik másik kod videómat, szóval ez igaz. De viszont Magyarországon, a triplán igaz ez, tehát a rossz hír tízszer olyan gyorsan terjed, mert az emberek így belekapaszkodnak valamibe, hogy ha 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 ha, neki rosszabb, mint nekem, ha, menjünk, trollkodjuk szét. Na most ez igazából engem nem zavart, egy youtube-osként erre az ember fel van készülve, hogy jönnek, és akkor szétrokodják is, és szánszándékú, rossz indulatú kommenteket, raknak oda, az amúgy Normál életben teljesen korrekt és rendes emberek, de ott belül bennük is ott motoszkál, hogy már csak azért is mellett öfömasztak. És... <hállt> hát ilyenek vagyunk mi magyarok. Nem azt mondom, más nemzet is ilyen, csak nálunk ez fel van erősödve. Az az igazság, és úgy érzem annál a videónál egy kicsit teljesen félreértettétek, hogy mit szeret volna igazán kifejezni azzal a videóval, úgyhogy most szeretném azt kikorrigálni, hogy, hogy egyértelműek legyenek a szavaim, és ne kelljen még véletlenül se mögé gondolkodnotok, szóval azzal a videóval az egyértelműt akartam kimondani. Azt az egyértelműt, igen, ami előfordul más multiplayer játékokban is, igen, előfordul más multiplayer játékokban is, csak kompenzálni szerettem volna a pozitív szavaimat, hogy azok, akik esetleg újak lesznek a Call of Duty világában, azok, akik esetleg annyit látnak Youtube-on a Call of Duty-ban, hogy ez milyen kurva játék, és minden Youtube-os milyen jó szorakozik vele, és mennyire pozitív dicséretet kap, azok készüljenek fel lelkileg. Igen, az egyértelműből sokszor az egyértelmű az, amire legtöbbször nem gondolunk. Az egyértelműt is ki kell mondani. E, valaki írta volt, hogy, hogy egy hangol a hangom ebben a videóban. Igen, tényleg, tényleg az, azért mert, hogy egyértelmű dolgokat mondok ki. És, és igen, úgy éreztem, hogy ezeket is ki kell mondani. Mert fel kell készülni rá. Speciál még engem is, aki, aki több mint tíz éve játszik koddal um, még engem is sokszor frusztrálón érintett a, a sok apró nyansz, ami már azóta benne van a kodba. és aki kodozik uh, és ugye sokan írtátok hogy más multiplayer játékokkal nem de kurva sokkal játszottam és kurva mindegyikben benne volt benne voltak ezek a hibák viszont viszont olyan szinten sose éreztem magam frusztrátnak, mint egy Call of Duty-ban hogyha multiplayer játékokra se a sor, sehol se Chico, se Battlefield, se semmi olyan kompetitív játékban, amit kipróbáltam multiplayer shooter, sehol nem éreztem ennyire frusztráltnak magam, mint a Call of Duty-ban. Megeshet, hogy azért, mert a kodban a szerettem volna, kodban játszottam kompetitívan, bla 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 bla, bla és így felhalmozod, jobban felerősödik az, hogy ott jobban szerettem volna a sikerélmény benne lehet teljes mértékben, de akkor is a videó üzenetének a lényege az az volt, hogy sokszor az egyértelműt ki kell mondani azért, hogy leessen a tantusz, gyerekek. Ennyi, ennyi lett volna. Uh, na, viszont nem minden rózsás, még mindig így a Call of Duty körül, <kül> úgyhogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy igen, úgy néz ki, hölgyém és uraim, hogy lesznek lootboxok a játékban. Van egy olyan srác, az vagy Nero Cinema, ez egy ja, nagyobb, ilyen közepes méretű YouTubeos uh, youtube os Call of Duty youtube és felrakott a Twitterére egy olyan képet, ahol uh, elérte a hatodik szintet, és ki volt írva, hogy lootbox. Tehát a uh, common supply dropot elérted. Szóval valószínűleg szintlépésenként kapunk valamiféle supply dropot, és lesznek benne supply dropok. -ok. Tehát eddig, eddig ez úgy néz ki, ha csak valami trükknél fogva az utolsó pillanatban meg nem változtatják. A következő... Szóval azért még mielőtt, megint csak ki kell mondjam az egyértelműt, még, még, még mielőtt azt mondjátok, na és nagy dolog, hogy lesznek benne szupli drop -off, nem kell megvenni, nem kell semmi, Uh, ahogy ismerjük az Activision-t, olyan tartalmat fog belerakni a, a supply dropok -ok mögé, ami csak ott lesz elérhető, és hihetetlenül minimális eséllyel lesz elérhető, és te hihetetlenül ki akarsz majd adni pénzt, érte, mert szeretni fogod ezt a játékot, mert ez a Call of Duty jó. Szóval uh, megeshet, hogy így lesz. Jó, magyar emberek vagyunk, több realitás érzékünk van, mint hogy folyamatosan költsünk pénzt valamire, ami nem feltétlenül valódi tartalom. Szóval meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és, és tekintve az activision és hogy mennyire pénzéhes ez a cég, uh, mi biztos vagyok benne, hogy hogy olyan, tehát ha Black Ops 4-ben képesek voltak nekünk eladni egy Dot pontot 3 dollárért, akkor <laughs> már nem is akarom tudni, hogy ebben a játékban mi lesz. Továbbá, PS4-esek örüljetek! Egy éven keresztül a Spec Ops Survival módja le lesz lokkolva a többi platform alól. Xboxosok, PC-sek, Spec Ops Survival móddal nem fogtuk tudni játszani egészen 2020. október 1-jéig. What the fuck? Á, úgy értem, én is kiadok ez meg 60 eurót ezért a játékért, vagy nem tudom mennyibe róla, tehát 50 fontot ez a játéké. Az Xbox-os is kiad 50 fontot a játéké, és a tetves exkluzivitás miatt egy teljes játékmódot letiltanak egy évig. Bitch, please. Szóval, um félértés ne esik, ez nem a teljes spec, spec, ops mód, ez csak a survival módja, a horda mondja neki. Szóval nem a teljes spec, a kóp, meg ezek, ez mind, mind ott lesznek, de a survival módját, azt egy teljes faszom évig lootboxok mögé, ö, bocsánat, elzárják, PS4 exkluzivitás mögé zárják. Öcsém, adtak volna neki 200, 5, 1500 lootboxot. Ex de ne egy játékmódot zárjanak el ö, előlünk, akik ugyanazt az árat fizessük meg. Szóval értem én, hogy izé PS4 exkluzivitás, meg szerződés, meg anyám kínja, de ez azért elég nagy pofátlanság, hogy őszinte legyek. Szóval, Welcome Back Activision eddig, és ugye a játék úgy fog megjelenni, hogy egy hónapig nem lesznek mikrotransakciók, és ugye mindenki ajnározni fogják a játékot, mert ez a játék nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon fasza, és nagyon-nagyon lehet élvezni, és istentelenül jó a grafikája, a fények, OMG, nem tudom, láttátok-e a trélereket és a videókat, ahol a RTX-el mutatják be a játékot, az új trélerel, Jézus, erre azt hittem valami filmet nézek. Nagyon-nagyon ott van a szerem, nagyon várom a, a... Tehát a single player témája is már eleve felkeltette az érdeklődésemet, ami ott lesz. Szóval és, és ez, le, ez, a, ez a hír fogja járni a játékot, hogy ez a játék jó. Ez a játék uh, olyan dolgokat fog felhozni a háborúval, harccal kapcsolatban, ami kontroverziális. És, és ilyenek lesznek, aztán egy hónap múlva a hideg zuhany. Beam, mikrotranszakció, Beam lootbox, Beam csak lootbox mögé rejtett uh, exkluzív tartalmak. Anyám kínja, egy évig lezárt játékmód. Mi a fasz? Na jó, ennyi, ennyi lett volna ez a videó, erre is fel kell készülni. Oké, okay? ez a további egyértelmű, vagy van, akinek egyértelmű, van, akinek nem egyértelmű rossz hír a Call of kapcsolatban. De erre fel kell készülni. Én, én, nekró, én vállalom ezt, tehát vállaltam, benne van. Az igazság az, hogy Annál jobban élveztem a bétát, mint hogy hagyjam magam letörni. De tény, hogy rózsaszínen villódzó fegyvereket nem szeretnék látni ebbe a játékba. Nem szeretnék látni a játékba. Akartok tudni még azért még, még egy egyértelmű dolgot, hogy ez is csak egy egyéves kólogyúti lesz. Oké, okay? jövőre majd bejelentik a, az újat. Kívánom, hogy egy kalapszar legyen a jövőre az új Call of Duty szóval, hogy az emberek megmaradjanak ennél a Call of um, Szóval ja ennyi, ennyi, le, ennyi, ennyi lett volna uh, az, az egész dolog. Ez, ez is benne van a játékban sajnos. Az igazság a srácok, ha eljutottatok a videó végére, hashtag macskabugyi a komment szekcióba, és ettől függetlenül itt mondom ugye a végére, hogy, hogy ez a játék jó, ezt ez a játékot élveztem, és fogok még róla csinálni videókat, szeretném megcsinálni az egy-két meglátás videóimat erről, valószínűleg lesz egy pár. Szóval, ja. Éve, évek óta egy jó szórakozás ez a játék. Szóval kíváncsian várom! Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet! Következő videóig! Sziasztok!